Velenszky Tamás vagyok, a Tiszővárosi Kajakkenu és Sárkányhajó Egyesületnek az edzője. Beszélgettünk veled itt az ergométerezésről. 2010-ben az ergométerekről, fajtáiról, elterjedéséről írtam a szakdolgozatomat, és azóta is hasznosnak tartom, és azóta is használjuk, ahogyan volt rá lehetőségünk, bármelyik felkészülés során mindig beiktattam a felkészülésbe, és azt gondolom, hogy azok, akik egész télen tudnak ergométerezni, szinte napi szinten, azok fel tudják venni a versenyt azokkal a versenyzőkkel, akik esetlegesen melegvízű edzőtáborba kijutnak. Mi jelen esetben tavasszal nem voltunk melegvíz edzőtáborban, de az eredmények azt mutatják, hogy teljesen jól sikerült a felkészülésünk, mert ugye Patrikéknak, Erős Patrik Kósmeredek városának sikerült nyerni, úgyhogy egész télen ergométereztünk a kajak first-tel, és hát többet kipróbáltunk, tehát használtunk 3-4 fajtát. Fejlesztések azt mutatják, hogy itt is több lehetőség van, több módon lehet használni ezeket az ergométereket, úgyhogy szerintem ajánlom mindenkinek a felkészüléshez.